A belügyminisztérium immár harmadik alkalommal rendezte meg az országos közfoglalkoztatási kiállítást. A kétnapos rendezvénynek az előző évekhez hasonlóan a Vajdahunyadvára biztosított különleges hangulatot. Az ország minden tájáról összesen 132 kiállító mutatta be tevékenységét, illetve az általuk megtermelt javakat, előállított termékeket. A rendezvényt Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár nyitotta meg, aki beszédében méltatta a közfoglalkoztatás jelentőségét, hozzátéve, e foglalkoztatási forma bizonyítottan értékteremtő, de csupán átmeneti megoldás, mert a cél az, hogy mielőbb és minél többen találjanak munkát az elsődleges munkaerőpiacon. A közfoglalkoztatás egy átmeneti formája a foglalkoztatásnak, átmeneti a munkáltató részéről, tehát a munkáltatók sem számíthatnak arra, hogy ez egy végletekig fenntartott rendszer, és reményeink szerint átmeneti és rövid időn belül képesek a közfoglalkoztatottak kikerülni a közfoglalkoztatotti státuszból és az elsődleges munkaerőpiacon munkát találni. Természetesen ez nem megy varázsütésre, nem megy egyik pillanatról a másikra, és ahogy az elején utaltam rá, nagyon sok tényezőnek kell szerencsésen és összeállni, és nagyon sok szereplőnek kell a munkáját abba beletenni, hogy ez valóban hatásos legyen. A magyar gazdaság az elmúlt években felfelé ívelő pályára állt, és azzal, hogy a gazdaság élénkült, gazdaság erősödött, azzal, hogy a munka becsülete mindinkább felértékelődött, azzal azt is látjuk, hogy mind többen kerülhetnek vissza az elsődleges munkaerőpiacra. Pogácsás Tibor nyitó beszéde után az ország minden tájáról érkezett népi hagyományőrző együttesek szórakoztatták a közönséget, bemutatva hazánk sokszínűségét etéren is. Kiállítás területén több helyszínen szabadtéri filmvetítések zajlottak, ahol természetesen magyar alkotásokat tekinthettek meg a filmezni vágyók. A városi standokon rendkívül színes skálán mozogtak a kiállított termékek. Zöldségek, gyümölcsök, gyógynövények, savanyúságok, befőttek, szörpök kavalkádja fogadta az érdeklődőket. Ugyanakkor a közel 10 000 látogató megcsodálhatta a faipari és textilipari termékek sokféleségét. A rendezvényre Márkus Gábor alpolgármester is ellátogatott, aki elmondta, hogy a kiállítók termékeinek csak a képzelet szabhat határt, mert a közfoglalkoztatottak igazi különlegességeket hoznak létre. 2 évvel ezelőtt megfogalmazott az első ilyen országos közfoglalkoztatási kiállításon, hogy bemutatni azokat a termékeket, ami a jó pár év ezelőtt elindított közfoglalkoztatási program keretében készül a településeken. És megmutatni azokat az értékeket, amit a közfoglalkoztatottak előállítanak. Legyen ez kézműves termék, legyen ez mezőgazdasági termék, legyen ez beton elemgyártás, vagy bármi. Tehát itt a fantázia határtalan, tehát hogyha valakit szétnéz ezen a kiállításon, láthatja, hogy mennyi minden félét állítanak elő a különböző településeken dolgozó közfoglalkozók. A kiállítás egyik legfontosabb célja az, hogy az ide látogatók felismerjék, a közfoglalkoztatásban dolgozók hasznos, érdemi munkát végeznek. Végülis az a lényeg ennek, ahogy az államtitkár úr elmondta a nyitó beszédében is, hogy megismertetni ugye nem csak magunk között, ahogy ő fogalmazott, nem szeretné, hogyha minél több külső látogató is lenne, megismertetni az emberekkel azt, hogy akik a munkavilágából valamilyen okból kikerültek valamikor, és ebbe a közfoglalkoztatási munkába bekerülnek, hogy tulajdonképpen, hogyha értelmes feladatokat kapnak, akkor
akkor rendben, és pontosan, precízen elvégzik a munkájukat. Városunk csapata már a kezdetektől részt vett a rendezvényen, és harmadik alkalommal, mondhatni, rutinosaknak számítanak, s megpróbálnak mindig újdonságokat csempészni kínálatukba. Most harmadik éve veszünk részt ezen a kiállításon, mindig valami újdonságot próbálunk becsempészni az előállított termékek közé. Persze mondjuk nem olyan egyszerű dolog ez, de például a Varós csapatunk, ugye a helyi értékteremtő közfoglalkoztatásban, akik vannak, ott mindig kitalálnak ezek a hölgyek, asszonykák valami újdonságot, és mondjuk csak ilyen egyszerű dolog, ülőpárnától kezdve valami konyhai dekoráció, asztal dekoráció, ami mindig más és más. Olyan, amit nem a tészta gyártásunkat, hát most mondja meg nekem valaki, mit lehet a újdonságot kitalálni, tehát gyártják a tésztát, a metélt, a laska, a tarhonya, tehát amit elkezdtünk pár évvel ezelőtt gyártani, az gyártják ugyanolyan jó minőségbe, és nagyon kedvelt. Vagy a betonelem gyártásba is, amit elkezdtünk valamelyik évben csinálni. Tehát tulajdonképpen azon se sokat változtattunk. Egyrészt azért nem, mert a környező településeken van olyan betonelem gyártással foglalkozó csapat, akik már valamit végeznek, tehát nem akarunk nyilván keresztbe verni, hiszen a közfoglalkoztatásnak, amikor beindult, az volt a célja, és ez működik is, hogy a települések egymás között egy megállapodást kötöttek, és a úgynevezett cserekereskedelem is kialakult ebből a szempontból, mert amit én gyártok, a másiknak nincsen, de ott helyette más, és nyilván azért bizonyos mértékig nem mindig érdemes úgy fejleszteni vagy kitalálni, mert betonelem gyártók is tudnának olyat csinálni, amit lehet másik településen. Márkus Gáborral megtekintettük városunk standját, ahol szebbnél szebb díszpárnákat, terítőket, asztalos munkákat találtunk, valamint incsikladnó befőtteket. A kiállított tárgyak között megtaláltuk a tavalyi Ladányi nyár rendezvény sorozat alkalmából kiadott Ne csak a nap süssön, kertészta válogatás címet viselő kiadványunkat is. Alpolgármester úr elmondta, a kiállítás kiváló alkalom a települések vezetőinek az egymással való kapcsolatépítésre. Azt tapasztalom, hogy a másik nagyon hasznos dolog ebben, hogy kapcsolatok, ismeretségek születnek ezen a bemutatkozáson, kiállításon. Érdeklődünk egymás termékei iránt, ezt hogyan csináljátok, ezt hogyan lehet, ezt ebbe hogy lehet beszállni, ti hogy kezdtétek el, és nyilván most nem arról van szó, hogy a Püspöklány járás településeivel ezek a kapcsolatok, mert azért helyek közel ismerjük ott egymást, hanem Észak-Magyarország, vagy Dunántúl, vagy Dél-Magyarország településeiről érkezettek, és én nagyon sok településvezetővel, nagyon sok, tehát ez relatív nyilván, de sok településvezetővel találkoztam az elmúlt két kiállításon, ma is már többel ismerősként üdvözöltük egymást. A települések egyéb meglepetéssel is készültek. Látványfőzés és kóstoltatás keretében mutatták be gasztronómiai különlegességeiket. Püspök Ladány standja igazi kuriózummal várta a kíváncsiskodókat. Birka pörkölt rotyogott az üstben. A másik érdekessége ennek a találkozónak, kiállításnak, hogy itt települések jó része ebédre készül valamilyen étellel. Hát most a településre jellemző étel, vagy a környékre jellemző étel, ez nyilván külön dolog. Van, aki halat süt, van, aki valami káposztás ételt csinál, van, aki nem is tudom, tehát valami süteményeket elkészül. A mi standunk most mai nap birkapörköltet fog főzni, hiszen a mi környékünkön jellemző étel, tehát hagyományos étel ez, és ezt próbáljuk meg kínálni, értékesíteni a nap folyamán. Városunk standja mellett kapott kiállító helyet Földes, s a település polgármesterével, Jeneiné dr. Egri Izabellával beszélgettünk, akitől megtudtuk, hogy második alkalommal vesznek részt a rendezvényen. Már a második alkalommal veszünk részt az országos közfoglalkoztatási kiállításon. Tavaly volt az első alkalom, akkor tulajdonképpen megnéztük, hogy a többiek hogyan állítanak ki, és mire figyelnek oda. Az idén már egy picit, ha szabad azt mondanom, gyakorlottabbak vagyunk, de a kolléganők, akik már tavaly is voltak mind a két napon, ők már azért sok tapasztalattal gazdagodtak. És mikkel készültek az idei kiállítás?
5 programunk folyik ebben a Start programban, és most ide igazából azokat tudtuk elhozni, amik a kézműves foglalkozás keretében készültek, a kosárfonás, a szövés, a varrás, a zöldségtermesztés 1-2 elemét, a betonelemből 1-2 elemet, hogy ne kelljen túl sokat cipekednünk, de úgy gondolom, hogy minden programunk, legyen az bioprogram, vagy a belterületi, vagy külterületi utak rendbetétele, az is ugyanolyan fontos, mint ezek a kézműves foglalkozások, de ezeket mi most nem tudjuk megmutatni, de fontos számunkra, hogy itt legyünk ezen a rendezvényen, hiszen egy kicsit így megismerjük a másik településeket, hogy miket csinálnak, tanulunk is belőle, illetőleg megmutatjuk magunkat. Polgármester asszony elmondta, az itt szerzett ismerettségek kapcsán ellátogatnak majd országunk különböző megyeibe, hogy tapasztalatot cseréljenek a települések vezetőivel. És ahogy járjuk végig a faházakat, azért a személyes kapcsolat mindenféleképpen fontos, és polgármesterekkel, polgármesterasszonyokkal megbeszéljük az időpontokat, és menni fogunk Baranyába, Nógrádba, találkoztunk önökkel, akik érdekes tevékenységet végeznek, és talán nekünk is az elfogadható vagy megvalósítható. Tudjuk, hogy vannak azért kereteink, hogy mik vannak ugye az Alföldre jellemző tevékenységek, és igyekszünk azért azt maximálisan kihasználni. A harmadik országos közfoglalkoztatási kiállítás láthatóan ismét elérte célját, hiszen nagy számú látogatót vonzott, és sikere a közfoglalkoztatottak áldozatos munkáját dicséri.